A 90.9 Jazzy bemutatja egy zűrös városban, ahol semmi sem biztos. Csak az adó? Mondom, semmi. Ahol a kisbefektetőket senki sem védi meg a tőzsdei kilengésektől, és a sikátorokban leselkedik a kíméletlen hozamgyilkos. Csak négy férfi múlik a közbiztonsága. Hadd nagy merre vannak? A mindenre szánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel ezek az állati nyomozók. Négy férfi egyeset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig profit kapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály a Gazdasági mapet Show minden hétköznap reggel a 90.9 Jazzin. De is figyelj! Ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk. Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink! 6 óra 30 perc van, és már második napja járnak a gyermekek iskolába, szerencséssebb esetben, mert hogy 2021 szeptember másodikát írjuk. Ez a millás reggel 9.9. 90.9 Jazzy Rádió Nács Gábor az egyik műsorvezetője vezetője. Mihálovics András a másik természetesen. 0 30 20 10 9 0 9 SMS WhatsApp és Viber számunk ez, úgyhogy lehet üzenni a műsor készítőinek. És hát már éledezik üzenő falunk melyen két korán kelő vétette észre magát az egyik d aki 38 perc alatt ért zuglóba, mert hogy Václav Pestre minden szakaszon erős forgalmi viszonyok között lehetett haladni. A Szerencs utcai lámpát példának okáért kettő váltással abszolválta Hallgatunk. Ezek hmm. a gyakorlati és mindenkire vonatkozó információk. Aztán Nekem is van, van egy, 5 perccel jöttem később a szokásosnál, és az plusz kettő lámpaváltás a bakcsomóponttól. A Pedig most az autósoknak kedvezünk a lámpát. Hát nem ott. El, elvileg. Hát nem ott, az a nagy körúton van, de meg egy rövid szakaszon csak tegyük hozzá. És idéglenesen, de amúgy igen. Azt írja a Lőpapa is, hogy bár a tegnapi napot is kopipészt teszhetné, mégsem tesz. A suli kezdés időpontja elmúlt, de ezzel megérkezett doboz, sereg maradhatott. A rutin még nem sántikál, a sarkalatos pont pedig lenne. Ugye ezt írja ez a tér, uh, Igen. No, uh, mint említettem, szeptember másodika van. A Rebekáknak nagyon boldog névnapot kívánunk. E helyről, és a születésnaposunknak pedig jó egészséget, sok mosolyt születésnapok alkalmából. Nézzük, mi köthető a születésnapjukhoz. Az akciumi csata például, ahol Octavianus, a későbbi Augustus császár döntő győzelmet alad arat nagy rivális a Marcus Antonius és Kleopátra ellen. Ez egy tengeri ütközet, amikor is sebességre kellett felgyorsítani a sok kevezős gályákat azért, hogy a döfőór át tudja dökni a másik hajónak az oldalát, amivel től az elsüllyedt, és aki több ilyen manővert tudott végrehajtani, az nyerte a tengeri csatát. Tehát minél többen neki rongyolnak a másik hajó hajóinak. És hogyan védekeztek ez ellen? Manőverezéssel. Meg hát volt ilyen dodgem-szerű, ahogy én elképzelem, meg ahogy olvastam ezekről a az ütközetekről, ilyen dodgem-szerű. Nagyon kellett vigyázni, hogy melyik hajót sarkantyúzott meg, mert könnyen előfordulhatott, hogy te meg sarkantyúztál egy hajót, és beléd is belédeveztek oldalról, és akkor mind a ketten mentetek a levesbe. Jó, egy érdekes játszma volt. Ez. Igen, főleg azoknak, akik oda voltak láncolva az evezőpadhoz, gájarapként, akik igen. csak eveztek, és hát azok szegények, vajmi kevés bizakodással tekintettek a jövőbe. Ráadásul ugye római harcolt, római ellen az akciumi csatában, bár ugye a Kleopátra segítette, Marcus Antonius, aki egyébként zseniális hadvezér volt, és hát én mindig meghökkentem a történet könyvvel, hogy milyen könnyen elintézték őt. És egyébként a másik tanulsága, hogy az akciumi csatában, bár Octavianus volt a főparancsnok, de igazából a az Octavianus nem volt annyira jó katona, mint amilyen jó császár volt. Elődeivel ellentétben, mert hogy egy csomó másik embere volt, ezek közül egy Agrippa nevű férfi emelkedik ki. Ő vívta meg a döntő csatáit Augustus császárnak. Egyébként azt hiszem, hogy valami csatában meg is halt. Ő nélküle alig ha lett volna császár Octavianusból egy ilyen tengeri dodzsemes csatánál itt azért az egyes hajóknak a főnökei a felelőssége nagy, nem? Tehát rajtuk múlik, hogy éppen hogy fordítják a hajót, hogy akkor most nekik mennek, nem, vagy ők mennek, Nem, nekik, mert nalkan. hogy azért, hogyha az űrzavar van, azért ezek a, ezek a sok pár evezős hajók, ezek, ezeknek azért hely kellett, és ezek is természetesen sorba voltak rendeződve, pont ezért, hogy egymás oldalát védjék az ellenfélel szembe, tehát ilyen vonalban álltak fel, tehát ott ilyen nagy monőverezés Értele, volt. de hogyan irányították őket, hogyan jutották el az információt, hogy merre menjenek meg, hogy hogyan? Hát ez az, ez a nehéz az ókori tengeri ütközetekben is, mert gondolom, hogy fényjelekkel, meg, meg dobszólóval, meg kürtjelekkel, meg stb. Hmm. stb. Tehát az egyik hajó fedezte a másikat, hogy ne lehessen az oldalába kerülni, és nyilván a legveszélyesebb az a két széle volt, de oda a legjobb parancsnokokat állították általában, hogy, hogy megúszszák. A... szóval ez így. Igen. És lőtték Érdekes. is egymást mindenféle dologgal, tehát ott már akkor Milyen? volt tüzet. Köze... Hát, is voltak, íjászok, ugye ám, úgy kell elképzelni ezeknek a hajóknak a, a fedélzetet, hogy egy ilyen tök sík fedélzet középen egy egy oszloppal, ami az árbócot jelentette, nem láttál rá az evezősökre, és azért volt sík a fedélzete, mert hogy ott meg katonák voltak. És ugye mm -hmm. akkor, hogyha esetleg nem tudtad megsarkantyúzni az az egyből elsüllyeszteni a hajót, akkor mellé mentek, és akkor kézitusába elfoglalták, és vagy felgyújtották, vagy akkor átállították a saját oldalukra. Tehát ez egy ilyen elég dinamikus történet volt. A, ja, mert a, gályan... a, holó, a az egy római találmány volt, úgy verték meg a punokat a tengeri csatába. Az egy ilyen átdobható, e, ilyen csapóajtószerű valami volt, ami hídat képezett, a ki, és az volt a nagy talán, volt a hollócsör, mert az egyik felén egy ilyen nagy vaskampó volt, és belevágódott a másik hajónak a a fedélzetében, és a római katonák, és akkor ott És akkor a gályarabok csak annyit láttak, hogy Gájarabok új, új lettek, főnök hogy... van, ti csak evezetek tovább. Igen, a gályarabok azt az, az hallották fölöttük, hogy oh, juh, oh, ezt. Mostantól én vagyok a főnök, másik oldalon állunk, de ti csak evezetek. Igen igen, 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 igen. Hát attól függ, hogy állt a csata. Ha jól álltak, akkor elfoglalták, mert az jó lesz későbbre. Egy ilyen jó elég költséges mulatság. Aha. Azt olvastam nem, valahol, hogy sokat jársz a görög szigeteken, hogy a görög szigeteket cédrus erdők borították be. Uh -huh. Azért nincsenek cédruserdők a görög szigeteken, és azért ilyen kopár, mert hogy az emberiség történelme, mikor Európában zajlott, akkor boldog-boldogtalan, Azokból az erdőkből vágta ki a fát, hogy hajót építsen magának. Uh -huh. Ugye már az ókori görögök ott is volt a Szalamiszi-tengeri ütközet elég sok. Ebbe is például 260 hajó volt Oktáviánusznak és 220 uh, Kleopátráiknak. Úgyhogy uh -huh. gondold el, hogy ez például a csak nem teljes flotta megsemmisült, Markus antonius az 200 hajó, az ment a levesbe ott uh -huh. rögtön. Na mit szólsz hozzá, hogy a hogy ellenkeztem volna, én vezettelek bele a kis napi Én Meg vagyok döbben. Hát, ugye, ugye? Nem Na még majd viszonzást kérek természetesen, jó fejségemet. Mert... Aztán 145 évnyi török uralom alól 1686. szeptember másodikán szabadult fel Budavára. Lotharingiai Károly mond valamit? Hát persze. Nagyon szép parókája volt. Én másnak is, de igen, neki igen. is. Uh -huh. Akkor vajon miért Szavolyai Eugén van a várban, kirak való a szobornak? Azért, mert ő vezette, a, a, tehát végül is ő verte ki teljesen a törököket. Buda várát egy nemzetközi koalíciós haderő foglalta vissza, és irtózatos szivakodás volt mindenki utált mindenkit, a bádeni örgrófa a a szavolyai, a Lotaringiai a nem tudom én micsoda, és a lotaringiai volt a közös kompromisszum. Kicsit ilyen Európai Unió volt katonailag az egész. És akkor az volt a vicces, hogy magyarok is voltak, ugye meg nagyon sok nemzetiségű haderő szabadította fel 1686-ban Budavárát, és az meg tudod mi volt? Az meg inkább egy ilyen első világháború csatához hasonlított. Mert ilyen lövészárkok egyre közelebb a várfalhoz. Aztán elfelé Budavárát. De nem emlékszem, mennyire kemény menet volt, vagy belátták a törökök, hogy itt nekik... Már nem nem láttak azok, be semmit sem. Azok keményen védték. Csak ez a török uh -huh. hadsereg már nem az a török hadsereg volt, aki uh -huh. itt megszokhattunk. Egyébként június, hogy emlékszem, június közepén kezdték el ostromolni, és szeptember, úgyhogy ez ebből is Aha. látszik, hogy, hogy kemény menet volt, meg abból is, hogy Abdurrahman Pasa, aki ugye vezette a török helyőrséget, ő meghalt, van is egy emléktáblája várfal mellett, hogy annak a helynek a közelébe esett ő el. Uh -huh. úgyhogy, úgyhogy ez az is nagyon kemény volt. No, hát ez volt a két napi csata. Ah, és akkor még nem árt, hogyha megköszöntjük a The Economist nevű angol nyelvű heti hírmagazint, mert hogy 1843-ban, szeptember másodikán adták ki az első példányt belőle, és emlékezzünk meg arról, hogy Japán kapitulált 1945-ben a második világháború lezárása volt. Ez tulajdonképpen ugye a németeket már előtte elintézték a szövetségesek, a japánok kitartottak egészen hiroshima és nagasaki -ig és a Missouri csatahajó fedélzetén írták alá, hogy feltétel nélkül kapitulálnak hírohító uh, császár, és ezzel ért véget tulajdonképpen, tehát 1945. szeptember másodikán a második világháború hivatalosan, de, hivatalosan, de nem voltak. Igen, igen. Na, születésnaposok, Landerer és Hekenaszból az utóbbi, Hekenasz Gusztáv nyomdász, könyvkiadó, könyvkereskedő 1811. szeptember másodikán született, aztán a magyar David Ettenboró, talán én így nevezném, Homoki Nagy István Kossuth Díjas, magyar filmrendező természetfilmes. Micsoda hát mi csoda filmjei voltak akkor? Egy műfaj teremtett Magyarországon erdőmezőn címborák, meg gyöngyvirágtól lomphullásig, aki nem látta, az jó lenne, hogyha megtekinteni, mert különben kimarad egy kulturális élményből. 1914. szeptember 2-án született alkotójuk, Homoki István. Aztán Andrew Grove, azaz Grove András, az Intel társalapítója, 1936. szeptember 2-án született. Hát nem tudom, innentől Zavarba vagyok a bőség zavarába. Talán a Billy Preston-t meg kell említenünk, ő amerikai énekes zongorista, mit zongorista, virtuóz zongorista, a Hammond Orgona e, nagy művésze volt, és a Beatles ötödik tagjaként emlegetik. Ő 1946-ban született, és kerek évfordulót ül Szalma Hayek, azaz Szalma Hayek Jiménez mexikai születésű amerikai színművésznő. 1966-ban született, hát meg a nagy, egyik nagy kedvenc férfi színészem, Kiano Reeves is születésnapját ünnepli. Azt írják, hogy angol-kanadai színész, de hawaii felmenőktető egy elég uh, sok uh, rétű gyökerekkel rendelkező színművész. Uh, 1964-ben uh, született. Március, szeptember másodikán. Őt is nagyon szeretem. Láttad azt, ahogy felkészül? Tudom, hogy John Wick az nem az erősséged. A szemrágogumia számomra a John Wick, mert partalanul lövöldöznek benne, és verekednek, és késelnek, és ütik, verik, zúzzák, tépik, harapják, csípik, karmolják egymást hát, benne végig. Igen, nekem épp ezért. Nem? Ezért szoktam levezetni vele, viszont láttam egy YouTube videót, hogy hogy készül fel Keanu Reeves erre a filmre. Hát nem tudom, mint ez a szoba. Kb. annyi lőszert lő el benne. Tehát, hogy ő teljesen kiképezte magát egy ilyen gyilkológépnek a film És ott valamelyik nő megy mögötte, és stopperolja az órát, aki szintén szerepel a filmben, már nem emlékszem, de írtózatos lövöldözéssel készül fel, és nagyon profinak tűnik a csávó benne, úgyhogy imádom ezeket a színészeket. Ezért szerettem a Christian Bélt is, mert annyira át tud lényegülni, egy-egy szerepkedvé. láttad az alelnököt, mert a mi most tess, láttam. Tess, 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 igen? Tess? Nekem igen? Alapvetően. Hogy én ezen hogy meg voltam döbbenve? Már hát, hogy, hogy hát, hogy a Dick Cheney, Donald Rumsfeld páros milyen végtelenül egyszerű lélek volt, és milyen végtelenül egyszerűen jutottak fel a hatalom csúcsain. Uh -huh. Na mindegy, aki nem látta az fent említett Christian Béla, nézze meg az alelnök című filmet, nagyon tanulságos korunk amerikai politikusairól szóló ilyen portrészerű valami. Na, hát ennyi volt, akkor muzsikáljunk, mert nagyon sok dolgunk lesz a következő órában, úgyhogy a lapszemlét is bele kell zsugorítanunk a következő negyed órába.